havas mezőségen, téli tájban ünneplőbe öltözött parasztlegény. Sejtelmesen képzeletbeli, vonzó alak. Ahogy az emlékképek váratlanul feltűnnek az időből. Körülötte végtelen a határ. Felhőtlen fehérség, melyben a semmi képzetét keltve összeolvad ég és föld. Kallódó táj, embertelen vidék, idegen időtlenség, ahol a legény alakja is egykor elegáns lehetett. Csizmája a hóba süpped, bricsesz nadrágja, térde felett nyelvet hajt, szakója kallérjának háromszögében kihívóan nyakkendő ül, fején sötét szalagos szürke kalap. Az elmúlt idő egyetlen pillanata. Csodálatos az emlékezés, ahogyan az is, mit őriz meg és elevenít fel az elmúlt időből. Ha mindent megőrizne, történést, érzést, pillanatot, talán ki se bírnánk, belezavarodnánk. Káoszt és tehetetlenséget okozna bennünk. De mintha valamilyen okos ösztön tudná, mire van belőle szükségünk. Roppant gazdag tartomány, a múlt minden belőle ered. Az írónak már-már hit bizonymánya. Elsüllyedt Atlantis olvasható nyomokat hagyott maga után. Vagy mint a búvópatak, a mélyben kincseget sodor. Vágyakat, tetteket, értékeket, melyekből lelkünk épült, mint míves kövekből a templom, katedrális. Búvópatakként gyakran a felszínre tör, majd eltűnik ismét. Kiszámíthatatlanul teszi, szinte titokzatosan, de mindig személyesen, hiszen a miénk. Belepakoltam a féltáskámat a könyveiből. Én ezekből olvasnék most részleteket. Szeretném, ha ezeket kiegészíteni. Janácsek zongoraművét, a Benőtt ösvényeken címűt hallgatom. A finom, már-már fáradtnak tűnő zongoraszó valóban olyan, mintha az ember rég elfeledett, benőtt és sehová nem vezető utacskákon bolyogna. Az emlékezés rejtélyes ösvényein. Egyre szívesebben emlékezem. Nem a múlt felértékelődése ez számomra, hanem önmagam újra felfedezése, a gazdagodó önismeret. Minden, ami volt és elmúlt, valahol megmarad bennünk. Borzasztó lehetne, ha mindenre emlékeznénk, de még rettenetesebb, ha semmire sem emlékeznénk. Az emlékek mi magunk vagyunk, Különösen fontos ez nálunk kisebbségi helyzetben, mert tulajdonképpen a nyelvről van szó, az anyanyelvről, meg a szülőföldről. Azok a tájelemek, azok az emberek közötti viszonyok, az a kultúra, az a levegő, mind bennünk van valahol, mélyen. Ezek a régi dolgok, amikor úgy fölmerülnek belőlem, hazafelé tartva. Kinézve a vonatablakán, ott van egy másik szerelvény, és ott van egy olyan világ, amelyik már nem bírja, nem tudja valamilyen módon tárgyasítani, vagy érvényesíteni, érzékelni azt, amiről én beszélek. Ilyen furcsa érzés fogja el az embert, hogy hát most én valóban most megyek haza, vagy
vagy megyek egy olyan világba, ami már csak bennem él.